az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Istenünk, itt állunk az ukrán határ mellett, és azért imádkozunk, hogy béke legyen ebben a térségben, az emberek megnyugodjanak, fegyverek elhallgassanak, és a gyerekek kacagva iskolába menjenek. Ezt kérjük a segítségedet, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Történelmi képsorok. Böjte Csaba ferences szerzetes és George Pataki, New York állam egykori kormányzója, közösen imádkoznak a Beregsurányi Segítségpont udvarán a háború sújtotta emberekért. A magyarországi Aranyos Apátiig visszavezethető családi gyökerekkel rendelkező George Pataki a minisztériumi delegáció tagjaival megtekintette a Beregsurányi híd Kárpátaljáért segítségpontot, ahonnan tovább utazott Kárpátaljára. A kormány szóvivő kameránknak elmondta, George Pataki példaértékűnek találta a magyarok segítőkészségét. Most itt vagyunk Beregsurányban, az egyik segítségpontot is megnéztük. George Pataki volt New York-i kormányzó úrral, aki Magyarország nagy barátja, és sokszor segített már ki minket, amikor külföldről Magyarországot támadások érték. Most is azért van itt, hogy megnézze, hogy hogyan folyik ez a munka, és elmondta, hogy nagyon elégedett azzal, amit itt látott, ahogy tényleg mindenki összefogott Magyarországon, a kormányzati szervektől, a segélyszervezeteken át, és egészen az önkéntesekig, a helyi önkormányzatig, a kormányhivatalokig mindenki teszi a dolgát. És azt mondta, hogy azért is jött ide, hogy azt is megnézze, hogy azon túl, hogy itt hogy mennek a dolgok, mi az, amit még ők tudnak Amerikából segíteni. És ezt a felajánlást most itt meg is fogalmazta, hogy fel fogja hívni Amerika figyelmét is arra a munkára, amit itt Magyarország végez, és arra, hogy további segítséget, lehetőséget még adjanak itt Magyarországon. Ezt külön említette, hogy a gyógyszerek tekintetében, amiről itt elhangzott, hogy abból mindig jöhet még plusz, mindenképpen igyekszik segíteni, és azt fognak küldeni Magyarországra, de előtte voltunk Aranyos Apátiban, abban a nagy raktárban, ami nem még azért nyílt meg pont, hogy a felajánlások ott lehessenek a legjobban eltárolva, szortírozva, oda is ellátogattunk a mai nap folyamán, ott is informálódott arról, hogy tartós élelmiszerre, matracra, erre-arra szükség van, ezekre mind mondta, hogy igyekszik biztosítani őket ő is. A Híd Kárpátaljáért segélyszervezet folyamatosan várja az adományokat a 1357-es adományvonalon, akik pedig szállást vagy más természetbeni segítséget szeretnének felajánlani, azok számára a segélyszervezetek és szeretett szolgálatok adnak útmutatást.